a csodálatos Karinthy Frigyes a Bank és én című írásában, amelyet most előad nekünk Gál Völgyi János. Én és a bank. Én alázatosan. Jó napot kívánok, bank. Kérem, foglaljon a helyet. Mivel szolgálhatok? Én vigyázva ülök le, hogy lyukas könyököm befelé fordítva legyen. Hát most azt zavarba hozott ezzel a kérdéssel. De édes Istenem, hát mivel? Hát, hogyha az ember egy cipőkereskedésbe megy be, ugye nem valószínű, hogy kendermagot akar vásárolni. Hát mivel szolgálhat? Elolvastam a Pallas lexikonban, a B betű alatt az áll, hogy bank olyan intézet, amely pénzkölcsönzéssel foglalkozik. Én pénzt akarok kölcsönkérni, 50 koronát. A bank ilyetten kap az íróasztalán nehezékként szolgáló 4 emeletes házhoz. Mit mondott? Öt? Én. Ven. A bank. De valami idegen szót ejtett ki. Én. Rona. A bank merengve. Borona? Nem. Korona bank. Korona, borona. Szépek. Ezek az orosz szavak, szépek, és milyen ízes a kiejtésük. Korona, borona. Maga szereti a költeményeket? Én. Tudnék, kérem, én a kölcsön ügyében bank. Na jó, hát mondja is, hogy képzeli ezt az egészet? Hát én kérem szépen egészen egyedi módon, sajátságosan, mondhatnám azt, hogy fantasztikusan, hogy én ugye kölcsönkérek 50 koronát, és amikor pénzem lesz, akkor visszaadom a bank. Csodálatos. És mondja, hogy jutott eszébe, hogy hozzánk forduljon? Én. Hát ezen magam is meglepődtem. Először a temetkezési egylethez akartam fordulni, majd az állatvédő egyesülethez. Nem is tudom, hogy támadt ez a barom ötletem, hogy a bankhoz menjek kölcsönkérni. Bank, na jó. Hagyjuk a tréfát, hagyjuk a vicceket, kérem. Én kölcsönadok magának 50 koronát, azt maga visszaadja, ha lesz pénze. De mi erre a garancia? Én. A biztosíték lelkemben lakik, ahogy Madács mondja. Írtam 3 nagy drámát, amit a színházak már el is fogadtak. A bank sírva fakad. Én. Atyusten, most hát mi történt? A bank zokog, miközben egy angol értékpapírral törülgeti a könnyeit. Azokra szerencsétlen, apátlan, anyátlan árvákra gondolok, akiknek a szülei bendégnek abban a 3 színházban, miatt a maga darabját előadják. Én. Hát ez nem valószínű, hogy egyszerre mind a 3 bank. Mi a garancia arra, hogy nem? A színházak leszoktak égni, és akkor kiadja nekem vissza a maga 50 koronáját. Nem mondom, ha valami papírt mutatna, hogy bebiztosította azt a 3 színházat, mondjuk 200 000 koronára, akkor tudnék valamit csinálni. Összehívottam a közgyűlést, amelyet 2-3 hónap múlva amúgy is összegyűl, de hát akkor is nagyon nehéz. Borzasztó évünk volt, elcsuklik a hangja. Tudja, mennyire apadt a költségvetésünk tavaly óta? 70 millió koronára. Én. 70 millió? Istenem, ez borzasztó. Bank, kérem, ne sajnáljon. Férfiaksan el tudom viselni a fájdalmakat. De hogyha azt látom, hogy valaki ahelyett, hogy néma szempillantást vetne rám, 3 színházra 50 koronát kér, akkor kitör belőle, mert a nyomorult féregből is kitörne a fájdalma segélykiáltás. Én ilyetten hazudok. Kérem, nekem van 3 házam, tehermentes. A bank zokog és legyint. Én birtokomban, Erdélyben, bank. Haj, Istenem, micsoda év, 30 millió egy év alatt. És mindez miért? A nyomorult kölcsönök miatt. Az a nyavajás egyben sütsz. 20 koronával lelépett. Uram, mondja a bank, maga boldog ember, magának saját háza van, ahol fáradt fejét lehajthatja, de ki segít rajtam? Én. Ja, Istenem, hát ez borzasztó. Ja, ne tessék már, nem olyan, én boldogan, ja, Istenem, hogyan tudnék segíteni, hát majd visszaadja, hogyha jelenleg csak 5 korona van nálam, ha elfogadná a bank. Na jó, dolgozni fogok, hogy előteremtsem, ha nem, akkor majd részletekben adom vissza. Én átadom az 5 koronát, és a bank egy hanyag mozdulattal a bőre alá dugja.